foglalj helyet, légy szíves. Jaj, de Édi vagy ebbe a kendőbe. Mondta már más is ezt neked? Nem? Akkor én vagyok az első Édi életébe. Pap Márkot szólítanám másodikként. Egy nagy tapsot kérünk Márknak. Foglalj helyet Éva mellett. Irigyed vagyok, hogy ilyen helyen élheted a palacsintát. Harmadik versenyző, Óvári Bence. Gyere, Bence. Neked is megy a szemszínedhez. Te talán Beatrice rajongó vagy, hogy ilyen baboskendő jutott. Negyedikként Csiki Vanessát kérem a színpadra. Nagy tapsot kérek szépen Vanessának. Foglalj helyet, légy szíves. Benis Tamás. Nem találkoztunk mi már valahol? Például ilyen pizzaevő versenyen tavaly vagy. Nem, nem voltál? Akkor keverlek valakivel. Tamás megkapta a jól megérdemelt tapsát. A kendőjét külön legyetek szívesek megtapsolni. És Benis Balázs. Jól satszolom, hogy ti? Jól, akkor jól. Hát ti testvér, testvérek vagytok. Urak, nem lehetnek kicsit Balázsnak is. Mi szeretnénk látni. Egy tapsot. Filmezni fényképet lehet máshonnan is. Nem csak a színpadra. Én javallok mindenkinek egy-egy kortyot inni előtte, hogy a perisztaltika beinduljon. Gyerünk, Gábor! Még nem nókálunk. Azt is javaslom, csak jó tanácsként, hogy egyenlő esélye indulj. Én levenném a kupakot az üvegről, hogy ne kelljen vele vacakolni. Tehát a palacsintaevő verseny a Marietta Pizzeria étterem és kávézó jóvoltából jöhetett létre. A főszabály pedig az, hogy el kell fogyasztani a palacsintát 3 perc alatt. Akinek a legtöbb sikerül, értelemszerűen, ha valaki 3 perc alatt elfogyasztja, akkor már is megnyerte a versenyt. 15 darab a palacsinta. Hölgyeim, uraim, mindenki készen van? Elkészülni? Vigyázz! Hogy! Kérem a fergeteges biztatást a közönségtől. Évának kiszurkol. Éva rajongók. Márknak. Hol vannak a Márk rajongói? Hadd látom. Bencét tapsoljátok. Vanessát is. Gyönyörű a babaskendőd, Vanessa. És természetesen Tamást. És Balázs is. Tessék csak bíztatni. Hányadik a palacsinta? Balázs, hányadik? Első. Oj, megy ez, gyerekek. Ó. Éva profikat megszégyenítő alapossággal és lendülettel kezdett. Két hét hajtja a palacsintát. Dupla sebességgel. De dupla sebességgel is kell csattogtatni ám a 2 rét hajtott palacsintához. Bence, ő is 2 rét hajtotta. Itt az urak komoltosan, a felnőttek magabiztosságával, de nem biztos, hogy ők fognak nyerni. A kedves közönség pedig... Vanessa iszik egy kortyot. Rutinosan Márk is megöntözi, Bence is. Éva tám még nem is ivott csak az elején. Vanessának talán már a 3. palacsintája fogy. Bence is kezébe vette talán a 4. Nagyon fogy. Én ahogy végignézek az elfogyasztott. Én azt hiszem most pillanatnyilag Éva vezet. Tapsoljuk meg Évát. Éva vezet. Én megmondom őszintén, nézzék el nekem, hogy én a lányoknak drukkolok.
Vessetek meg ezért, dobjatok a mókusok elé. Hajrá Vanessa, hajrá Vanessa. De azért ott a szemem, Bencén, Márkon is. Hát Tamás és Balázs pedig nagyfiúk, ők tudnak maguknak rajongókat szerezni. Ajaj! Hát még van egy kis idő. Hát azt hiszem, akkor leszünk majd bajban, amikor véget kell, hogy vessek majd a palatozásnak. Hogy ugye a darab palacsinta, az darab palacsinta. Van valakinél colstok véletlenül, mert hát akkor lehet, hogy éppen egy centiméter fog dönteni. Hoppá, a palacsinta étkezére fogta úgy este felé, vasárnap vagy pénteken. Éva sztereóban fogyasztja a palacsintát, balról a diós, jobbról a mákos. Hát még néhány másodperc van vissza. Segítsetek nekem visszaszámolni. Figyelem, figyelem, a visszaszámolás indul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vége. Kérem szépen a palacsintákat letenni. Akkor a pártatlan zsűrit kérem szépen, hogy számolja össze a maradékot. Számoljuk össze a maradékot. Évának mennyi maradt? Évának maradt 9,5. Bencének 11,5. Vanessának. Vanessa, gyereki, nyugodtan köpj ki itt a színpad mellett, hogyha nem tudod megenni, nehogy baj legyen. Kísérjétek le, Vanessa, segítsétek le. Vanessának 13 maradt, Tamásnak. Tamásnak 10,5. Balázsnak pedig 10. Kérném szépen a Marietta Pizzeria étterem és kávézó képviseletében a színpadra. És győztest hirdetek! A 2011 évi 13. betyárnap palacsintaöv versenyének győztese nem más. Sárfi Éva, egy nagy tapsot kérünk szépen Évának! Gyere Éva, vedd át! Megérdemelt jutalmadat. Nagyon sok szeretettel gratulálok neked, és szeretnék átadni neked egy gyertyafényes vacsoráról szóló kis utalványt két fő részére. Jó? És várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Ügyes vagy. Még egy nagy tapsot kérünk Évának. És egy ilyen képet is hadd kérjünk, hát egy győztessel fényképet. Nem baj, hát egy palacsintaevő verseny után milyen legyen?